Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 27. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban elsőként a Muharai Elemér Népi Együttes gála műsoráról, valamint kitüntetések és díjak átadásáról beszélgetek Ritec Györggyel, az Egyesület vezetőjével. Ezt követően az Ökológiai Földművelési Csoport működéséről és Zsámboki terveikről tájékoztat minket Matthew Hayes, a Nyitott Kert Alapítvány elnöke. Végül pedig az Ikladi Evangélikus Egyházközösség működését ismerhetik meg kedves nézőink. Tartsanak velünk! A Bagi Muharai Népi Együttes 2011. decemberében is megrendezte a minden évben megrendezésre kerülő gála műsorát, ám ebben az évben rendhagyó módon kettő alkalommal került a műsor előadásra. Ebből láthatják most összefoglaló ízelítőnket. Siker az magáért beszélt, hiszen a nagyszerű fellépők mellett számos díj átadására is sor került. Ennek kapcsán köszöntöm sok szeretettel a stúdiónkban Ritec Györgyöt, a Muharai, Bagi Muharai Népművészeti Egyesületnek az elnökét. Köszönöm György, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan értékelte ezt a rendhagyó módon nagyszerű sikernek örvendő gála műsort? Hát, ha ezt értékeljük, azt hiszem, csak a legjobbakat lehet elmondani. Ez az utóbbi évek egyik legsikeresebb gála műsora volt. Ugye a Régió Plus Televízió közvetítette is ezt a gála műsort, és közkívánatra meg is ismételtük, tehát azon kedves nézőink is láthatták ezt a műsort, akik mondjuk nem tudtak már jegyet vásárolni, és a második alkalomra sem jutottak el. Az Egyesület hogyan játszik szerepet az együttesnek az életében, milyen feladatokkal támogatja az együttest? Hát az Egyesület a háttérben dolgozik. Ugye a színpadon az együttest lehet látni, a táncosokat, az énekeseinket, a művészeti vezető munkáját. Hát az Egyesület elsődleges feladata, hogy biztosítsa az együttesnek a működési feltételeit. Hát ez elsősorban az anyagi feltételekre vonatkozik, mert ugye azért a kultúra is pénzbe kerül, és hát egyre nehezebb ezt a működéshez szükséges feltételt biztosítani.
Eleinte a fenntartónk Bagh Nagyközség önkormányzata komoly támogatást adott az együttes részére az egyesületen keresztül. Hát sajnos Bagh forrásai jelentősen elapadtak, és az önkormányzattól 2011-ben már nem is érkezett támogatás. Így pályázatokból kell előteremtenünk a szükséges pénzt, és hát minden segítséget meg kell ragadnunk, baráti, családi segítséget, a Baghi vállalkozók segítségét meg kell ragadnunk. Igényt tartunk és kérjük a Baghi és a környékbeli keresők adójának az 1%-át, 1%-os felajánlását is lehetőség szerint. Hát elég sziszifuszi munkával tudjuk előteremteni azt a pénzt, ami szükséges a működéshez. Hogyha az egyesület struktúráját tekintjük, akkor hogyan épül fel ez a tevékenység, illetve ez az összekovácsolódás, amiről itt beszélhetünk? Hát mi arra vagyunk legbüszkébbek, hogy ennek az együttesnek van utánpótlása. És ezt a gálaműsorokon is bemutatjuk, tehát itt a legkisebbektől a fiatalokon és a még fiatalabbankon keresztül a középkorúak és az idősebbek is egyszerre színpadon vannak. És a struktúra is így épül fel, tehát korcsoportokra bontva foglalkozunk a gyerekekkel, hát a egészen kicsikkel, alsósokkal, felsősökkel, az alsósok között óvodáskorúak is vannak, van az ifjúsági együttesünk, és hát az idősebbeket is soraiba tudó hagyományőrző együttest, ahol tényleg a legfiatalabbtól a legidősebbig mindenki a színpadon van. Hát összességében olyan 150 tagja van az együttesnek, és a tagok nagy része a gála műsoron színpadon is volt, amire nagyon büszkék vagyunk. Tehát az itthoni szerepléseknek ez is óriási előnye, hogy hát a Baghi színpad elég nagy, nincsenek utazási korlátok, tehát a busz befogadó képessége, tehát a művészeti vezetőnk törekszik arra, hogy ilyenkor lehetőség szerint az együttes minden tagja színpadra kerüljön. És ugye nem csak arról beszélhetünk, hogy a tagok nagy száma színpadra került, hanem azon túl, hogy színpadra került, még nagyon sok kitüntetés és díj átadására is megfelelő alkalom volt ez az este, ez a két este. Milyen díjakról beszélhetünk itt? Hát ez egy amatőr együttes, és nagyon nehéz elismeréseket osztani. Ugye amatőr együttesnél alapvetően semmiféle ellenszolgáltatás nincs, tehát a táncosaink azok a szabadidejüket áldozzák, és csak azért, mert szeretnek az együttesbe járni, táncolni, szeretik ezt a légkört, és tényleg rengeteg áldozatot hoznak. Hát az egyesület próbált kitalálni valamilyen elismerési lehetőségeket, és az egyik ilyen, hogy a kerek évfordulós táncosainkat egy elismerő oklevél kitüntetésben részesítjük. Ennek az az érdekessége, hogy a kerek évforduló először a 10 év. Tehát legalább 10 évet kell eltölteni az együttesben, 10 évet táncolni az együttesben annak, aki megkapja először az elismerő oklevelet. Már ez ad egy rangot, ugye, ha valaki egy együttesben 10 évig táncol. És hát 10 évtől most volt már, hogy 35 éves jubileumi okleveleket tudtunk kiosztani. Az együttesünk ugye 60 éves volt 2010-ben, és még ma is vannak a hölgyek, az asszonyok között, akik kislányként alapító tagjai voltak ennek az együttesnek. Hát azért nem 60 évest kapnak, mert azért elszólította őket sokszor a család, a gyerekek születése, de 35 éves tagságot tudtunk, most a legnagyobbat. Paja Richard, a Ricsi kapta, aki 25 éve tagja az együttesnek, egy fiatalember. Mondtam, hogy valószínű, hogy nem is hiszik el, hogy ez a fiú már 25 éve táncol az együttesben, de ilyen régi táncosaink vannak. Hát a másik elismerés, az tulajdonképpen egy szomorú megemlékezés. Együttesünknek elég talán egyik legjelesebb képviselője volt Horváth Mihály, alias Porterő, akit a környéken mindenki ismert. A Misi is már nagyon régóta táncolt a Baghi együttesben, de őt mindenhol ismerik a Galga mentén, és ahol néptáncról van szó, őt egyébként is mindenhol ismerték.
Hát sajnos a Misit a munkahelyén a vasúton egy baleset érte, és 7 éve eltávozott közülünk. Nagyon váratlanul ért mindenkit ez a baleset, és hát akkor a nagy fájdalomba találtuk ki, hogy a Misit nem szabad elfelejteni, emlékezzünk meg róla, hogy lehetne ezt megtenni, hát alapítsunk egy díjat, és ez lett a Portörő díj, őre emlékezve. Ugye 7 éve alapítottuk meg ezt a díjat, és hát minden évben egy egyéni és egy csoportos díj kerül átadásra. A díjnak az adja meg az értékét, hogy a barátok, ismerősök, intézmények, amikor szerveztük ezt a díjat, összeadta 2 millió forintot, és ennek az összegnek a kamataiból a díjra tudunk 100-100 ezer forint anyagi támogatást adni, és egy nagyon díszes oklevelet, amit Bagi Tóth László grafikus művész készített el, egy nagyon gyönyörű díszes oklevéllel együtt adjuk át ezt a 100 ezer forintot. Hát idén saját díjazottaink voltak, az egyéni díjat a művészeti vezetőnk ifjú Rólai Lajos kapta. Talán az adta az apropót, hogy ő éppen 10 éve vezeti a Bagi együttest, és azóta sikert sikerre halmozott. Már 7-szer nyertük el a kiváló együttes minősítést, ebből 4 már hadd mondjam úgy, ahogy szoktam, a Lala nevéhez fűződik, művészeti vezetőnk nevéhez fűződik, tehát ő a 10 év alatt már 4-szer vezette a legmagasabb szintre az együttest. És amikor szó került erről a 10 éves évfordulóról, ő nagyon szépen hitettett amellett, hogy a sikereket ennek az együttesnek köszönheti. Tehát ő, Rónai Lajos művészeti vezető, a saját személyes sikereit a Bagi együttesnek köszönheti, és hát amíg teheti, ő szeretne is itt maradni a Bagi együttes élén, és továbbra is ezzel az együttessel dolgozni. Úgy látjuk, a tagok is nagyon szeretik őt, a gyerekek, a szülők, és ahogy mondtam, hogy van utánpótlás, tehát ebben az ő személyisége is benne van, hogy ért a gyerekek nyelvén, vannak segítői, jelenleg a Rónai négyet van, Anita segít azért a kicsik nevelésében, tánctanításában, de nagyon sok sikert, hazai és belföldi sikert ért már el a művészeti vezetőnk, és hát így kapta meg az egyéni díjat. És volt egy csoportos díj. És volt egy csoportos díj, igen, az érdekes volt, mert hát nehéz ebben az együttesben csoportokat kiemelni, de mégis úgy gondoltuk, hogy hát a hagyományi együttes asszonyai, azok olyan régen táncolnak az együttesben, hogy őket kiemelve, hogy az asszonyok, ők is megérdemlik azt, hogy egy ilyen elismerésben részesüljenek. Ez azért lényeges, mert a fiatalok tánctanításában nagyon fontos, hogy lássák, hogy ténylegesen élőben hogy is ment ez a tánc régen, hogy is csinálták a népszokásokat, a viseletet, hogy hordták, milyen rendezvényre. Hiszen ez nekik a mindennapok része igen, volt igazándiból. Igen, tehát ő nekik ez a mindennapok része, és ők a legtermészetesebben tudják ezeket átadni a fiataloknak, és nagyon sokat segítik a fiatalokat, tehát egy-egy fellépésnek a háttérmunkájában, az öltözésben, a színpadraállításban, hogy az a viselet tényleg arra a pillanatra, amikor ki kell jönni a színpadra, meglegyen, ebben nagyon úgy álljon, sokat. Ahogy annak kell állni. Ebben nagyon sokat segítenek, ugye a lányoknak a frizura készítésében is sokat tudnak segíteni. Tehát ezt is nagyon nagyra értékeltük, hogy ők azon túl, hogy tényleg már évtizedeket eltöltöttek nálunk, nagyon komoly segítséget nyújtanak abban, hogy az utánpótlás is megszeresse a hagyományőrzést, a népviseletet, a népi táncot, a néphagyományt. Ha már ennél a Portörő díjnál tartunk, én még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye elhangzott már, hogy Horváth Mihálynak ez volt a beceneve, de azt lehet tudni, hogy miért éppen ez? Először én is azt hittem, hogy ez a táncból adódik, mert ugye egy falusi művelődési ház színpad eléggé porolni szokott. Meg kell törni a port. Igen, és ha ott ilyen lendületes tánc van, akkor azért a színpad is porol. De mikor a testvéreit kérdeztük az életrajzára, kiderült, hogy ő ezt a nevet a futballpályán kapta. Tehát ő még itt a faluban focizott, de hát persze a réten, a grundon, és ugye a poros pályán,
és akkor tulajdonképpen egy gyors szélső volt, és hát törte a port a focipályán, és akkor innen volt a név. De ahol voltunk az országban utána népi táncosként, tényleg mindenki azt hitt, hogy a színpadon töri a port, tehát így tulajdonképpen a nevét jól hozta már a színpadra. Átvitt értelemben. Igen, használhattuk. Úgyhogy innen ez a portörődíj, de én azt hiszem, hogy őt tényleg mindenki így ismerte. Tehát az ő megjelenése, arcéle, bajusza, a viselete, hogy ő ezt tudta, tehát egy igazi magyar ember, akiről mindenkinek a jókedv jut eszébe. Úgyhogy én is magam is nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a díj alapításában hát kezdeményező voltam. És ugye 7 éve él már ez a díj. Ez is nagy dolog, hogy egy díj azért ilyen sokat megél, mert hát mindig nehéz a feltételeket biztosítani, egy ilyen díjnak az anyagi feltételét, de nem kellett hozzányúlnunk az alaptőkéhez még, tehát a díj tovább fog élni. Vannak-e további tervek arra nézve, hogy esetleg újabb díjak alapítására kerül majd sor? Hát tervek mindig vannak, ugye egy ilyen gálaműsor mindig az éves munkának a csúcsa, tehát amikor bemutatjuk azt, hogy na abban az évben az együttes mit tett, milyen táncokat tanultak, milyen koreográfiákat tanultak be. Ugye említettem, hogy 60 éves volt az együttesünk 2010-ben, és talán a gálán is szóltam arról, hogy hát mikor elmúlik a kerek születésnap és a 61. az már soha nem olyan fényes, mint a kerek születésnap. De azért a gálán azt mutattuk be, ugye, hogy ebben az évben is rengeteget dolgoztunk, és utalt rá, hogy azért most ez egy rendhagyó műsor volt. Most először próbálkozott az együttesünk és a művészeti vezetőnk egy táncjátékkal. Egy meglepetés műsor. Mondhatjuk, hogy most egy divatos, igen, ez egy meglepetés műsor volt. Ők nagy titokban készültek erre, tehát az ifjúsági csoporton kívül az együttes többi tagja sem igazán tudta, hogy mire is készülünk. Hát a közönségen is lemérhető volt a meglepetés, de én úgy gondolom, hogy ez most egy nagyon jól sikerült próbálkozás volt. Ugye Bagon nem múlik el egyetlen ünnepség se anélkül, hogy a Muharai Együttes színpadra ne lépne. Na most, aki felületesen nézi, hát annak olyan megszokották ezt várni ez a műsor, és én személy szerint azért örülök, hogy most egy ilyen új próbálkozással is sikerült közönség elé lépni, mert ez ismét felkeltette az érdeklődést, felfokozta a Bagiak és a Galgamentiek érdeklődését az együttes iránt, és úgy gondolom, hogy majd meg tudjuk őrizni a közönségünket, vagy növelni is tudjuk. Tehát én gondolom, hogy ezen az úton most elindultunk, ezen majd szeretnénk továbbra is járni. Hát nagy tervekről nem tudok beszámolni, az anyagi, ugye ott kezdtük, hogy az anyagiak azért elég nehézek, tehát külföldre akkor tudunk menni, a külföldi meghívásunk van. Nagyon sikeres fesztiválon vettünk részt 2-3 éve Zakopánében, elnézést, hogy pontosan nem tudom az évet, ahol egy ilyen hegyvidéki fesztiválra Magyarországról mi kaptunk meghívást, igen, felkérést, és a generációk díját mi hoztuk el itt Zakopánéból, pont ezzel, hogy ugye nálunk a gyermekektől a idősekig mindannyian színpadon vagyunk, és tulajdonképpen 3. helyezést nyertünk el ezen a fesztiválon. De volt meghívásunk már Olaszországba, ahol egy betlehemi fesztiválon mutathattuk be a betlehemes műsorunkat, tehát ezek nagyon emlékezetes fellépések. Hát idén konkrét külföldi meghívásunk még nincs. A hazai fellépéseknél pedig az okoz gondot, hogy Bagon települt egy buszos vállalkozás, de ennek a vállalkozásnak a megrendelői elfogytak, és sajnos már azt a közlekedési támogatást nem tudják nyújtani nekünk, tehát magyarul azt az ingyen buszt a fellépésekre, amit eddig kaptunk, nem kapjuk, tehát mindenért fizetni kell, tehát csak oda tudunk elmenni, aki legalább az úti költséget és a zenekart téríti. Minden igényt szeretnénk kielégíteni. Az visszatérő, hogy augusztus 20-a körül rendszeresen szerepelünk Budapesten a Várban,
a mesterségek ünnepén, illetve a országalapítás ünnepén. Nem múlik el a környéken azért úgy falunap, hogy a bagiak ne lennének ott, és hát változatlanul a bagi ünnepségek, bálok, ezek mindig a mi fellépésünkkel zajlanak Bagon. És én azt gondolom, hogy ezen az úton, tekintve az együttes tagjainak és vezetőinek a kreativitását, a továbbiakban sem lesz megállás. Én azt hiszem, hogy ez a színes út, ez tovább fog folytatódni. Nagyon kívánom, hogy ez így legyen, és köszönöm szépen, György, hogy itt volt és a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Ez a beszélgető partnerem egy különleges vendég lesz, aki Angliából érkezett Magyarországra 1995-ben, és azóta a Szent István Egyetem tanáraként tevékenykedik, valamint a Nyitott Kert Alapítvány elnöke. Szeretettel köszöntöm tehát stúdiónkban Matthew Hayes-t. Köszönöm. Üdvözöllek, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Arról szeretnénk a mai napon beszélgetni veled, hogy a biokertészetnek egy kiemelkedő mestere vagy, és ezt ugye tanítod, oktatod is, illetve a Nyitott Kert Alapítványban Babat Pusztán már régóta foglalkozol ezzel. Igen. Azonban most egy újítás van feltörekvőben, Zsámbokon a Igen. Szent László utcát Igen. jelöltétek ki, ahol több hektárnyi területet megvásároltatok, ha jól tudom, és itt fogtok biokertészkedni, biotermesztést véghez vinni. Hogyan jött ez az ötlet? Igazából ez egy régi álomom, hogy majd egyszer lesz egy zsár terület. Akkor ez egy maszak tevékenység lesz. Maszak tevékenység lesz, érthető. Zsámbokon. És hát egy pár barátomokkal együtt akkor akarunk, mint egy kis pár család, kis közösség, lassan létrejön egy kis önálló gazdaság Zsámbokon. Miért éppen Zsámbok? Hát a Zsámbok szerintem ez egy régi
célem, igazából egyszer lesz sátföld, és akkor volt időm az utóbbi 15 évben megismerni a környezet, és igazából hát szerintem sok szempontból vonzó a Zsámbok, mint egy falu, ez egy különálló kis falu, és van egy kertészeti kultúra ott, nem véletlenül, mert a talaj meg a fekvés nagyon megfelelő a célra. És mi is ez a cél egész pontosan? A cél az lehet két szempontból nézni. Egyik az, hogy egy fenntartható, sát, kis önlátó gazdaság. A másik szempont, hogy ilyen piacra készült, piacra termelt biozöldséget. És akkor egyik egy kicsit jobban ilyen piaci orientált, a másik inkább egy önellátás. Azonban ennek van egy átfutás ideje, tehát akármikor nem lehet biotermesztést elkezdeni. Ja. Mennyi idő, illetve ez alatt az idő alatt mi fog történni? Ja, mi hát van egy 3 éves átállási idő, de addig így lehet mondani, hogy teljesen átállt bio terület, de a második évtől már átállási időszak van, akkor van egy ilyen átállási bio státusz, és akkor a második évtől már van egy terület, amit először én vettem, ahol az én házam, az már kezd a második év átállási idő, és akkor az a mostantól termesztést. Igen, lehet vinni a piacra, csak az ökópiacra, de kiírni kell, hogy az nem, még nem bio az átállási státusz. Uh-huh, értem. Tehát nem pihentetitek az átállási időben, hanem a megfelelő kezeléssel látjátok. Egy rész Lucernebe vettettünk, akkor az még ilyen pihenésben, mert túl nagy is lenne, nem nagyon nagy különben etről, de nem akarunk nagyban kezdeni, pont ezért meg kísérletezni akarunk, hogy milyen termék a legjobban tudunk termelni, és a legjobban tudunk árusítani a piacon. Akkor az inkább azt mondom, hogy tavaly év ez teljesen kísérleti, idén egy kicsit még kísérleti lesz. Egy ilyen próbaidőszak. Yeah. Milyen termékeket terveztek egyébként? Mi lesz az, amit majd itt termelni fogtok? Többféle zöldség. Lesz is egy kis állattartás. Tervezünk is, hogy lovakkal gazdalkodni, igaz lovakkal. Akkor annak szükséges a Lucerna. Akkor ez egy vegyes kis gazdaság, de a zöldség oldalon nagyon vegyes skála zöldség, többféle, kisebb terület, de többféle színes választék. Akkor azt jelenti, hogy a zöldségrépa, zeletol, parizsium paprika, de inkább a hangsúly van a különleges mesklin, rukola, pak choy, hát valamennyi kínai kell. Tehát különleges termékeket is szeretnétek, nem csak a hagyományos igen, mangót. Igen. Ezek a piacon jobban látom fantázia ezekkel igazából, mert ha termelünk ugyanígy, mint mindenki más, akkor igazából nem ennyire vonzó. Hát tudunk vinni valami a piacra, amit máshol nem lehet kapni, vagy nehezen, akkor ez egy kiemelkedő dolog. Igen. Említetted, hogy több család is becsatlakozik esetlegesen, vagy hogy egy kis összefogásról van szó. Hogyan éritek ezt el, hogy többen együttműködjetek? Hát például én egy területen a párom vett a szomszédtelek, egyik barátom vett egy ház, egy kicsit lejjebb az utcán, és egy másik barátom, meg egy ház a másik fele, akkor ezek külön tulajdonok, de akarunk együtt működni, és a terület közösen művelni.
az a cél. Beszéltünk a piacról, hogy majd szeretnétek árusítani. Ugye nagyon sokan azt gondolják, a köztudatban az van, hogy a bio az mindig drága. De vajon mi lesz az az előny, illetve az az érv, ami miatt ezt fogják választani majd a vásárlók? Hát egy rész valamennyire drága van a bio, mint a konvencionális, mert van hát vetőmag, meg ellenőrzési díjak, meg igazából sok kézi munka, hogy mit csinálunk. Ezekből drágább, ám nem is nagy területről szól, akkor ez nem egy ipari mennyiség, amit termelünk, attól drágább, de azért mi mindig az mindig volt a stratégiunk az utóbbi 10-valahány év keresztül, hogy ne legyen drágább, mint kellene lenni. Én nem szeretnék, hogy ez csak egy elitnek legyen elérhető. De ehhez ez, kell minél többen, aki ilyen módszeren csinálni. Azt hiszem, hogy ez egy időkérdés is, mert most a konvencionális termesztés nagyon az energia, a fosszilis energia forrástól függött, és igazán minél magasabb lesz az energia árak, annál magasabb lesz az elemiszer. Nálunk ez ennyire, hát az is érint nekünk is, de ha kicsit függetlenül tudunk termelni, mint a fosszilis energiából, akkor ennyire nem, amikor felmegy a benzin vagy a gázolaj ár, akkor mi nem féltudunk kell emelni a mi termékünk, hanem szinten tartani. Ja, igen. Miben más a ti technológiátok, mint ez a hagyományos termesztési technológia? Hát sok a kézi, igazán nagyon hasonló, mint a technológia, hát 30-50 év ezelőtt. De nem csak az. Én nem szeretnék az, hogy gondolunk a bio, az csak a múltbe visszatérünk, mert igazán közben sok új technológia van, új ismeretsége a növényekről, a környezetről, az állat, a rovarokról, stb. Akkor van ilyen új technológiák, de alapvetően egyszerű technológiák, és mi szeretnénk hát az irányba menni, hogy lovakkal gazdálkodni, így hogy igaz ló. Tehát a szántás, vetés, lovak által. De amikor megvan a vetés, igazán sok a kézi kapalás, gyomlálás, ilyen. Mint itt a környéken az emberek ismernek az a technológiát. Igen. A lovon kívül egyébként más állatot is fogtok még bevonni? Tojótyúk szeretnünk, igen. Hogy egyrészt, igazából hát kell a trágya. Ha biotermesztés van, akkor szükséges, hogy van a földnek a táplálék. Így van. És akkor igazából szerves trágya kell. Ehhez kell állatok. És hát már láttunk, hogy a babati völgy tapasztalatunk, hogy igénye van ilyen bio tojás, akkor szeretnünk azt valami, de nem nagy mennyiség, de egy pár százatjuk tervezünk. Uh-huh. Tehát a saját környék ellátására tulajdonképpen. Igen, hát valamennyire piacra, de igazán a tojás ez a meleg termék, a trágya a lényeg. Igen, értem. Babatpusztán egyébként ott a völgyben mennyi ideje működik ez a dolog? Az már, hát kezdtünk 2000-ben Babaton, de volt egy két év bevezetés Szállítópusztán, és akkor 1998-ban kezdtünk az egész biokertészeti projekt az egyetemen, a Környezetgazdálkodási Intézeten, és igazán azóta volt egy időszak, amikor nyitott kert alapítvány alatt csináltunk azt a program. Az utóbbi hát négy-öt év a Szent István Egyetem, a GAK, non-profit Kft. A tangazdaság működés alatt van.
És akkor ennek eredményességéből kiindulva tovább terjesztitek ezt? Hát igen, ez inkább azt lehet mondani, hogy hobbiként csinálom. De azért munka is. Az munka, igen. Ez igen, egy hivatás, de, mert a kettő igen, együtt van. Ja, igen, 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 igen. Az mindig kívánom volt, hogy egyszer sáterület, mert az csak egy kicsit más. Hogyha valaki kedvet kap a kedves nézőink közül, és mondjuk szeretne képet kapni erről a valóságban is, akkor meg tud-e titeket látogatni, illetve van-e valami olyan lehetőség, hogy esetleg megtanulja ezt a technológiát? Igen, lesz. Tervezünk egy ilyen próbaképzés, ilyen rövid, hát hétvége biokertezeti képzés. Szeretnünk, hogy már tavasztól egy ilyen próbaképzés, egy-kettő hétvége, de az csak lassan fog indulni, de azt láttunk, hogy igénye van. Többen kérdeznek, hogy hol lehet tanulni otthon kertészkedés. Igazából nem mindig a legfontosabb a bioszór itt, főleg ha saját magunk termelünk, mert nem fontos, hogy bioellenőrzés, inkább ilyen környezet, hát, hogy mondjuk, kiemelő technológia, akkor fenntartható, szerintem fontosabb a szó, mint itt, ha saját magunknak. Bio. Bio az fontos a piacon, hogy az emberek van bizalom, hogy van egy mögötte, van egy ellenőrzési rendszer, hogy mondjuk, hiteles a bio, de a legfontosabb igazából egy személyes kapcsolat, a termelővel, vagy a legjobb, ha az ember termel saját magának. Igen, vagy a családnak. Igen. De mégis akkor a legfontosabb az, hogy akár 100 év múlva is ugyanabban a jó minőségű földben igen, tudjunk igen, majd az termelni. A lényeg, igazán az a lényeg, hogy nem kihasználunk az erőforrásunk, a természet, igazán a föld, hogy, és annak kiemelek a szerves trágya abban a szerepelben, mert akkor attól humusz van a talajban, attól stabilan lehet termelni. Tehát adjuk vissza a természetnek azt, amit tőle igen, kapunk. Igen, ja, valóban. Bízunk benne, hogy minél több kedves nézőnk így fog gondolkodni hát, erről a témáról. Itt például, hát a Galgi Hívzen van már egy biokertészeti, hát hagyomány már, lehet mondani, több ember a Galgővézen. Szeretnünk, hogy itt a Königen egyre több, igen. Ez több országban. Ponton összetalálkozzon majd ez igen, a lehetőség. Igen. Sok sikert kívánok ehhez a projekthez, és szépen, remélem, köszön. Hogy akkor minél előbb megkóstolhatjuk a biorukkolákat és a bioparadicsomokat és a fenntartható Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál, Mettyú. Következő vendégem a stúdióban Babka László, az Ikladi evangélikus lelkész, aki egyébként nagyon szépen összefogja és vezeti az Ikladi evangélikus gyülekezetet is. Szeretettel köszöntöm Önt, László. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy milyen létszámot számlál ez a gyülekezet Önöknél itt Ikladon? Hogyan alakul az aránya nemek tekintetében, illetve hogyan alakult az idők során ez a gyülekezet? Mondhatni majd kerek évfordult ünneplünk ebben az esztendőben, 260 évre tekint vissza a falu múltja, a gyülekezetünknek a múltja is. Akkor települtek le Baden-Württembergből, illetve a mai Ausztria területéről az odaérkezők. A templomunk az 1834-ben épült. Azt lehet elmondani Ikladdal kapcsolatban, hogy nagy részt evangélikusok lakják, közel 1400-an élünk, mint evangélikusok. Ön mióta vezeti lelkipásztorként ezt az evangélikus gyülekezetet, illetve hogyan került ennek az élére, László? 1998-ban kerültem a gyülekezet élére, választás útján döntött mellettem a gyülekezet, és hát attól kezdődően vezetem a gyülekezetnek az életét, amibe beletartozik ugye részben az istentiszteletek megtartása, hitoktatás, ifjúsági munka, és sok más egyéb réteg munkák tartoznak hozzá ehhez a feladathoz és szolgálathoz.
Hál' Istennek mondhatni úgy, hogy a óvodás korosztálytól kezdve, akikkel szintén hétről hétre találkozom az óvodába, egészen az idősebb hívekig, a bibliaórásokig hétről hétre találkozhatunk, és ilyen módon is keretek mögött között folyik a munka a gyülekezetben. Így, tehát keresztmetszetében jelen van az ifjúsági munka, a konfirmandusok felkészítése, ami újszerűnek mondható talán, mint réteg munka, a női bibliaóra, tehát középkorú hölgyek között végzett szolgálat, amit nem magam végzek, hanem csak úgy sikerült megszervezni, és igényként fogalmazódik meg azt a feleségem vezetés. Hát rajtuk keresztül elég sok fiatal, középkorú családos sikerül elérni, és családi napot szervezünk, ami a gyülekezet életében még hangsúlyosnak nevezhető, hogy az utóbbi években nagyon komoly igény támadt arra, hogy gyülekezeti kirándulásokat szervezzünk, ami azt jelenti, hogy kétnapos kirándulásokat szervezünk, és ez mind-mind közösségépítőleg hat a gyülekezet különböző korosztályai számára. Milyen helyszíneken vannak ezek a kirándulások? Merre szoktak elmenni? Az ország különböző részeit célozzuk meg, és hát így veszük nyakunk azt a vidéket, és igyekszünk megismerni azzal a tájegységgel, és hát a végén általában egy-egy termálfürdő a befejezése egy ilyen kirándulásnak. Kellemes ellazulás a végén. Említette, hogy nem csak ugye biblia, felolvasás, hitoktatás van, hanem ugye ezen kívül családi programok is, gondolom ezeken a kirándulásokon is családosan vesznek részt a résztvevők. Miért tartja fontosnak azt, hogy ne csak kifejezetten hitoktatás keretein belül legyenek megszervezve ezek a programok? Jónak találom olyan értelemben, hogy tehát vannak családok, vagy vannak gyerekek, akiket ugye a szülők elhoznak magukkal, nem feltétlenül kapcsolódnak mindig a gyülekezet életéhez, és egy ilyen kötetlenebb körben és közösségben, talán látva azt is, hogy az egyház nem mindig azt jelenti, hogy a templom négy falai között vagyunk, hanem megismerjük az országot, és közelebbről megismerjük egymást is, tehát nagyobb kedvel vesznek részt talán később a gyülekezet életébe, és nem tekintik és találják olyan távolinak mindazt, ami a gyülekezet életébe és annak kereteiben zajlik. Ami még, talán ezt említhetem, a gyülekezetünk életét gazdagítja és színesebbé teszi, az azt, hogy magyarországi szinten is ápolunk testvérgyülekezeti kapcsolatot a pesterzsébeti evangélikusokkal. Ez azt jelenti, hogy évente egy alkalommal találkozunk Pesterzsébeten, egy alkalommal ők látogatnak meg minket Ikladon. Két évente találkozunk németországi testvérgyülekezetünkkel. És hát ezen keresztül is családok kapcsolódnak be, és tekintünk bele ugye más kegyességi irányzatokba, és más hívek életébe, mint Magyarországon, mint Németországon. Akkor azért úgy hangzik ez az egész dolog, hogy elég színes ez a programrepertoár, ami itt a gyülekezeten belül zajlik. Ezt örömmel hallom. Illetve úgy tudom, hogy ezen kívül nem csak kikapcsolódáson és közös programokon van a hangsúly, hanem minden egyes hívő nagyon jó és elszánt szándékkal adakozik más emberek felé. Többek között ugye december folyamán a Legyen az Ön szívügye is alapítvány részére is úgynevezett offertóriummal segítkeztek. Hogyan történnek ezeknek az adakozásoknak a megszervezései? Évről évre az evangélikus egyház keretében, de gondolom minden más történelmi egyház esetében így van. Tehát vannak olyan offertórium meghirdetések, ami az országos egyház keretében kerülnek meghirdetésre, és bizonyos célokat támogatnak, tehát templomépítést, vagy szorványgyülekezetet, iskolát. Utána vannak rendkívüli események, mint olyanok a természeti katasztrófát követően igyekszünk valamilyen módon anyagilag segíteni. Ha visszagondolok, a ilyen legnagyobb adakozás 2005-ben a cunami áldozataira gondolva igen jelentős összeg gyűlt össze. És az elmúlt években, tehát két évvel ezelőtt volt a két nagy árvíz, illetve a Vörösiszap katasztrófa.
ámulatbejtő volt az, ahogyan a hívek pénztárcája megnyílt, és tényleg érezték ennek a fontosságát, hogy a nyomorúságban segíteni tudjanak, és hál' Istennek nagyon jelentős és szép összeggel tudták ezt a célt támogatni. És nem csak tehát egy adott természeti katasztrófa kapcsán sikerül így a hívekre támaszkodni, és őket megkérni arra, hogy így ilyen célkitűzést támogassunk. Falu tekintetében is ebben az évben történt egy olyan eset, hogy egy evangélikus hívünk, falunk lakója, lakása leégett, kiégett, és így akkor is az evangélikus egyház mindjárt azon volt, hogy segítségükre siessen a faluval egyetemben. Az alapítvánnyal úgy kerültem kapcsolatba, vagy kerültünk kapcsolatba, mint gyülekezet, hogy szeptember folyamán az alapítvány kuratóriumától megkerestek. A kérés valójában az volt az irányunkban, hogy a vasárnapi hirdetni valóim között szerepeltessem az aszódi jótékonysági alkalmat. Erre buzdítottam a híveket részvételre, hiszen ott elhangzott, hogy fontos, hogy egy kicsit demonstratíve is, minél többen ott legyenek a környékről, jelezve ezzel is, hogy milyen nagy szükségük van és igény arra, hogy a rendelő intézet továbbra is fennmaradjon. Mint lelkész, tehát jó magam, aki inkább erre a területre koncentrálok, és hivatásomnál fogva is adott, hogy a lelkek és a hitbeli megszólítás szem előtt kell tartanunk mindenképp azt látva, az ember életében milyen nyomorúságok és bajok, betegségek jöhetnek, tehát így komplet és teljes, hogy szükségünk van testi gyógyulásra is, és gondolva az idős emberekre is, akiknek messze kényelmes az, hogy olyan sokat nem kell utazniuk ahhoz, hogy megfelelő szakorvosi ellátásba részesüljenek. Ezért is gondoltuk, és gondoltam fontosnak, hogy ezt meghirdessük, és támogatólag mellé álljunk, amikor aszódom történt. Utána polgármester úr ugye meghirdette Iklat tekintetében, ott is buzdítottam a híveket, hogy vegyenek részt, részt is vettünk, és menet közben a gyülekezet vezetősége amellett döntött a presbitériummal együtt, hogy mint gyülekezet, ahogyan más esetben és korábban, tehát adományt, illetve offertóriumot, perseit ajánlottunk föl, bizonyos célokra, hogy tegyük meg mi magunk is. Egy kicsit később, 3 héttel később, mint a falu esemény volt, advent 3. vasárnapjára hirdettük meg, és öröm volt az, hogy ebben az évben más offertóriumokat nem akarok már felsorolni, tehát jelentős adományokat sikerült más célra is eljuttatni, hogy itt megint egy újabb jelentős összeg gyűlhetett össze erre a célra. Milyen összeget sikerült összegyűjteni? Ez 130 ezer forint volt. Csak jelzem, hogy előtte 2 héttel, meg megint 2 héttel is egy ilyen kiemelt célt támogattunk, és ennek függvényében és tükrében tartottam kiemelkedőnek, és jónak, hogy a hívek ezzel is jelezték, hogy mennyire fontos nekik az, hogy ez a szolgálat, szolgáltatás, mint olyan, itt a közelbe biztosított legyen számukra. Itt Iklat tekintetében egy párhuzam fedezhető fel, hiszen nem csak az önkormányzat részéről, hanem az egyház részéről, az evangélikus egyház részéről is érkezett támogatás az aszódi rendelőintézet járóbeteg ellátásainak komfortosabb áttételének a javára. Ennek kapcsán merült fel bennem az a kérdés, hogy az egyház és az önkormányzat milyen kapcsolatot ápol egymással? Azt lehet mondani, tehát, hogy sok esetben és sok ízben szinte karöltve igyekszünk a falu érdekében és a falu javában is tenni és cselekedni. És a falu tekintetében 2 ilyen esetet és adománygyűjtést említhetek meg. Az egyik, amikor a temető kapcsán az urnafal építése történt, akkor is úgy döntöttünk, hogy ezt a célkitűzést támogatjuk, hiszen egy faluban élünk, egy nagy közösségnek a tagjai vagyunk, és hát mint evangélikusok is érintettek. A másik, hogy tavaly előtt került felállításra a II. Világháború követően, vagy még hát annak a végnapjaiban Ikladról elhurcolt a kényszermunkára elvitt emberek emlékére egy emlékmű, és ott is az egyház kivette a részét, hogy
ezzel is kifejezze, hogy hát támogatni kíván ilyen helyi fontos célkitűzést, hogy legyen emlékhelye azoknak, akik ott haltak már meg külföldön, ahová elvitték őket, illetve hát azóta már nincsenek közöttünk. A közeljövőben, illetve hát májusban, ami nem sokára el fog jönni, lesz ismét egy nagy szabású rendezvény itt az egyház tekintetében. Gondolom, hogy ebben is van szerepe az önkormányzatnak. Milyen rendezvényről beszélhetünk itt? Hát ebben kifejezetten úgy nincsen szerepe az önkormányzatnak. Lévén, hogy egyházmegyei énekkari találkozó, ez évente kerül megrendezésre különböző színhelyeken. Idén erre az évre az Iklady evangélikusok vállalták föl. Hál' Istennek évtizedek óta folyamatosan működő énekkarunk van, és annak is örülünk, hogy egész jó eredményeket tudunk felmutatni. Annak is örülünk, hogy Észak-Pest megye evangélikus egyház tekintetében két egyházmegyére van felosztva, az Észak-Pest megyeihez tartozunk mi magunk, és hogy szinte majdnem minden gyülekezetben van egy-egy énekkar, és így 12-13 énekkar is jelen lesz, és biztos vagyok benne, hogy megtöltjük a templomot olyannyira, mert hogy sor került már egy ízben ilyenre, hogy még pótszékeket is kell elhelyeznünk, és ez május folyamán várható. Május elején kantáta éneklés vasárnap ilyen. Én akkor azt gondolom, hogy majd a májusi időpont közelettével ismételten meg fogjuk hívni Önt, hogy akkor egy kicsit bővebb képet tudjunk adni a tévéképernyőink nézőinek erről a nagyszabású rendezvényről, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és büszke vagyok arra, hogy a térségben egy ilyen evangélikus egyházi adománnyal tudták támogatni Önök is Iklad részéről a Legyen az Ön Szívügye is alapítványt. Köszönjük szépen. Szívesen és örömös tettük, és köszönöm én is a meghívást. Szeretném felhívni kedves nézőink figyelmét, hogy műsorainkat, köztük a Porta magazin összes számát már az interneten is megtekinthetik, televíziónk honlapján, a www.regioplustv.hu oldalon, a videótár menüpontra kattintva. Önök a Porta 27. adását látták. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottak, várom Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!